Itt vagyunk az 5. emeleten, ahol most a gyakorlatban nézzünk meg egy olyan lakást, ami tökéletes alternatíva lehet tanulótársaknak, családoknak, vagy akár egyedülálló személyeknek is. Nagy szeretettel köszöntöm Zsófit a műsorban, szia! Hello. Hát először is gratulálok, és érdeklődni is szeretnék, hogy mennyire van nehéz dolga egy lakberendezőnek akkor, amikor úgy kell megálmodni egy ingatlan mindenféle bútorzatát, hogy Isten igazából akkor még gőze sincs arról, hogy ki fog ide költözni. Egy ilyen újépítésű lakást mi mindig egy üres térként kapunk meg, ahol ugye állnak a falak, illetve le vannak rakva a burkolatok. Ezek már mind méretben, mind stílusban, mind színhasználatban adnak nekünk egy tök jó kiindulási alapot, amire majd felépítjük a koncepciónkat, és ugye így alakul ki a dizájn. Mennyire fontos mondjuk a bútorzatot illetően költséghatékonynak lenni, hiszen azért ma ezekben a bútorokban nagyon el lehet szállni, nyilván vagy nem nyilván, de általánosságban azért elmondható, hogy egy bútorzat minél drágább, annál prémiumabb anyagokat használnak fel. Mennyire fontos szempont ez albérlet kialakításánál? Próbálunk jó árértékarányú bútorokat válogatni, ugye itt a bútoroknak meg kell felelniük méretbeli, színbeli, stílusbeli sztenderdeknek. Próbáljuk az esztétikumot és a praktikumot is mindenképpen összeegyeztetni. Engem nagyon érdekel, hogy hogy történik maga a lakberendezés akkor, amikor lényegében csak üres falakat látok meg. Nyilván lakóként tudom, hogy mondjuk a bejárathoz közel van a konyha, de honnan indult ez és hol tart most mondjuk a lakberendezés evolúciója? Első lépésként ugye mindig kijövünk a helyszínre, felmérjük a lakást, megnézzük, hogy mik az adottságai, mik az előnyei és a hátrányai. Ennek a lakásnak például tök nagy előnye, hogy csatlakozik hozzá egy elég jó méretű erkély. Megnézzük az elrendezését, ugye ki kell jelölnünk az egyes funkciók elosztását, a nappali hova kerüljön, a konyha, illetve a hálószoba. Viki a lakberendező csapat második tagja, és most megmutatja nekünk azt, hogy mit lehet kihozni egy 30 négyzetméteres lakásból? Igen, körülbelül. Itt azért fel van adva a lecke, nem? Igen. Mikor ezt kell? Ú, milyen jó a konyha, ilyen szépen köszönöm berendezni. Igen, mint ahogy láthatod, ez egy kis alapterületű, egyterű stúdiólakás, amely inkább keskenyebb és hosszabb. Így mindenképpen az volt a kihívás benne, hogy az alapbútoroknak megtaláljuk a helyét, ilyen például a kinyitható kanapé, ugye mindenképpen egy kinyitható kanapét kellett ide vásárolni. Itt fog aludni. Így fog aludni, igen. Itt nagyon fontos, hogy ez egy kihúzható kanapé, ami mindenképpen egy matracban és egy ágyban végződik, ami sokkal kényelmesebb a bérlőknek, mint például egy úgynevezett billenős kanapé, ami, mint ahogy a nevében is benne van, az vendégágyja. Az ott van a középen, igen, az a, fú, az borzalmas. Ez vendégágyja alakítható, és nem alkalmas a mindennapos használatra. Van egy elég nagy konyha. Talán ilyen stúdiólakásokhoz ez nagy konyhának tekinthető, nem? Igen, igen, igen. Jellemzően ez egy tényleg nagy konyha, de minden megtalálható benne. Ugye a hűtő, a mikró, a mosogatógép is van benne. Beépített sütő, szagelszívó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljes felületet tud biztosítani annak, aki szeretne itt főzni. Hát a terasz meg önmagában szerintem, igen, nem csak egy kis lakásnál, hanem közepes és nagyobb lakásoknál is hosszítja is a teret, igen, hozzá is ad, arra nem beszélve, hogy nyáron, azért egy dunai kilátással, budai hegyekre történő kilátással szerintem egy ideális helyszín. Viki, egy kislakáshoz képest itt azért gondolom jóval több időt és energiát használtál fel, mire megálmodtad. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az én szememnek nagyon tetszetős kivitelt. Itt már kialakításra került egy amerikai konyhás nappali, egy étkezővel, ahova a bővíthető asztalt választottunk. Itt elég nagy az előszoba, szóval egy szuper kis beépített szekrény kerülhetett oda, egy három személyes kanapé, vagy például egy fotelnek is jutott már hely egy jó kis olvasósarokkal. Mi a helyzet a színekkel itt? Általában aktuális trendeket követtek, vagy próbáltok megfelelni mondjuk a társasházon belüli többi lakáshoz? Ebben a lakásban már adott volt ez az elegáns sötét színű parketta. Meg ez most trendi, ez most menő, igen, nem? Igen, ezt nagyon szeretik az emberek. Ehhez próbáltam választani természetes színeket, de szerettem volna valami harsányabb színt is egy kicsit belevinni, hogy ne legyen annyira unalmas a tér. Igen, a bordó azért az egy elég luxi, viszont ahogy én látom, nagyon szépen megfér a földszínnel, a minimalista szürkével, és talán ugye a természetességet ugye a virág is mind dekorációsan nem nagyon szépen kiegészíti. Így van. A festmények, a képek, azt ugye több lakásban is ugye láttunk már, azok ilyen alapkellékek, a te kreálmányod, te szülöd meg ezeket ide. Igen, ezeket mi választjuk, és mindig próbáljuk az adott színekhez és mintákhoz igazítani, tehát a lakás hangulatához igazítani őket.